Sok látogatója volt Hajdúböszörmény standjának az Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon Budapesten, a Vajdahunyadvárának szomszédságában. Városunk elismerésként kapott meghívást Fűhelyen történő bemutatkozásra. Összesen 130 kiállítónak köszönhetően különleges rendezvényt tartottak múlt hétvégén, a bemutatkozásokat kulturális programok is színesítették. Kis Attila polgármester az eseményen Pogácsás Tibor önkormányzati, Bodó Sándor foglalkoztatás politikáért és vállalati kapcsolatokért felelős, és Felkai László közigazgatási államtitkárokkal és Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkárral is egyeztetett a Hajdúböszörményben folyó programokról. Fóris László alpolgármesterrel ezt követően az érdeklődőknek a helyi termékeket mutatták be. Eközben a hagyományos hajdúsági ízek főttek a Hajdúböszörményből érkezett szorgos kezeknek köszönhetően. Bódó Sándor foglalkoztatás politikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, az országos tendencia Hajdúböszörményben is érezhető. Tulajdonképpen az országos élethelyzet Hajdúböszörményben is tapasztalható, hiszen jelen van egy nagyon is értékteremtő és hasznos közfoglalkoztatás. Ennek vagyunk itt szemtanúi, hiszen láttuk azokat a kiváló termékeket, portékákat, amivel itt az országos kiállításon is bemutatkozott a város. Másrészt azt is látjuk, hogy a foglalkoztatási fórum hatásának is köszönhetően véletlenül, hogy a mutatószámok egyre inkább javulnak, egyre többen el tudnak helyezkedni a versenyszférában, és ez így van jól. Tulajdonképpen ez a két lépés, ez egymásra is kell, hogy épüljön esetenként, hiszen gyakran azt tapasztaljuk, hogy az inaktívak közül, akik otthon ülnek és gondolkodnak, hogy hogy is lesz a jövőnk, nem mindenki képes arra, hogy első lépésként a versenyszférában álljon helyt, hanem szívesebben próbálja ki magát, vagy nagyobb biztonsággal, talán ez a helyes kifejezés, nagyobb biztonsággal próbálja ki magát először a közfoglalkoztatásban, és ha ott megtapasztalja a munkavégzésnek a csinyát, bénnyát, látja, hogy ennek a dolognak van értelme, akkor némi képzéssel, vagy más mentori segítséggel nagyobb eséllyel tud elhelyezkedni mondjuk egy munkavállalónál a versenyszférában. Tehát tulajdonképpen ez a kettős jelenség a városban is érezhető információim szerint, és hát ma pedig tényleg azt látom, hogy a közfoglalkoztatás, illetve azok, akik Hajdúböszörményben ezzel foglalkoznak, kitettek magukért, az egyik legszebb sátrat állították. Köszönjük szépen, és hogyan érzékeli országosan, és mi a tendencia, hogy vállalkozások alakulnak, újabbak, vagy fejlődnek a vállalkozások? Mi a legjellemzőbb? Hát tulajdonképpen mind a kettőre jócskán van példa. Az látható, hogy a vállalkozások növekedésének most az egyik legnagyobb gátja a szakképzett munkaerő. Tehát a következő lépés, amit a foglalkoztatás politikai szakembereknek el kell végezni, az az, hogy a képzések tekintetében célirányosabban tudjunk megfelelni a vállalkozások igényének. Tehát az nem olyan jó ötlet, hogy a foglalkoztatási osztályok munkatársai, vagy mi találjuk ki esetleg az államtitkárság, hogy ilyen-olyan vagy amolyan képzésre lenne szükség. Sokkal hitelesebb, hogyha a vállalkozókkal találkozunk, és ezért jók azok a fórumok, ami például önöknél is volt, mert az ő alapján sokkal célirányosabban látjuk azt, hogy milyen szakemberekre van szükség. Teljesen nyitottak vagyunk arra is egyébként, hogy mondjuk egy vállalkozás azt mondja, hogy neki 15 pék vagy 16 lakatos az, amire szüksége van, és ő azokat foglalkoztatni is tudja majd hosszabb távon, mert így azt gondolom, hogy minden képzésre fordított forint megtérül, hasznosan térül meg. Beszélünk arról, és itt a közfoglalkoztatási kiállítás kapcsán is, hogy értékteremtő közfoglalkoztatás. Hol vannak a hagyományok? Milyen szerepet töltenek be a hagyományok, nem csak a közfoglalkoztatásban, magában a magyar foglalkoztatási rendszerben? Igen, ez az értékteremtőt sokan olyan kétkedve fogadták, hogy hát mi ebbe az érték, hiszen a munkabért tulajdonképpen az állam biztosítja, de azt azért látnunk kell, hogy a közfoglalkoztatás egy nagyon hosszú utat jár be, míg eljutott idáig. Én még emlékszem arra gyakorlott polgármesterként, vagy gyakorló polgármesterként, így is mondhatom, amikor tényleg az volt a menetrend, hogy volt 8 seprű, meg 10 gerebje, és akkor már resteltük magunkat, hogy ugyanazt a feladatot kellett minden nap elvégezniük, fölsöpörniük azt a bizonyos utat vagy járdát. Tehát ez egy ilyen, hát emberileg nem túl motiváló munkavégző szituáció volt. De aztán láttuk ugye, hogy ebbe azért olyan eszközök, gépek felszerelésre kerültek, olyan célok kerültek meghatározásra, amivel most már tényleg lehetett valami normális dolgot csinálni. És ebben a normális dologban az egyik legjelentősebb, az mindig visszavezethető volt arra, hogy helyben milyen hagyományok voltak. Tehát a vízparton élők, hogy a gyékény kosár, ahol a varrodásoknak, varróiparnak volt hagyománya, ott az valahogy azt építették
a közfoglalkoztatásba, ahol az állattenyésztésnek volt korábban hagyománya, a szívesen foglalkoztak a közfoglalkoztatás keretében is ezzel, megindult elépül a feldolgozóipar kisebb mértékben, tehát sikerült azokat a hagyományokat, ahogy a kérdésben is elhangzott, ami egy-egy tájegységre, vagy akár egy-egy településre is jellemző volt, a közfoglalkoztatásból beépíteni, mert valahol a génekben ez talán jelen volt az emberekben, és szívesebben fogadták. Lehet, hogy volt egy ilyen, hogy valamikor a nagyszülőktől hallottuk, még ha már nem is volt közvetlen kapcsolat, de a generáció között nem is volt közvetlen kapcsolat, de valahol a génekbe a tudatalat vagy az elbeszélésekből ez mind-mind visszajött, és sokkal szívesebben vállaltak ilyen jellegű feladatot. Kis Attila polgármester, Fúris László alpolgármesterrel érkezett a budapesti kiállításra. Mint mondta, Hajdúböszörményben már hetekkel az esemény előtt sokan készültek erre a kiállításra, és a helyszínen is sokan dolgoztak azért, hogy Hajdúböszörmény standjára érkezőket kiemelkedő vendéglátással fogadják. Finomságokat lehet itt látni és kóstolni nyilván. Nagyon finom hústermékek vannak. A vágóhíd, illetve a húsfeldolgozó a legjavát hozta szokás szerint a böszörményi ízeknek, a böszörmény kincsének. A kenőmájas, a szalámék, a hurkák különféle felvágottak. A párizsi az nagyon nagy kedvence mindenkinek, éppen az egyik polgármester kollégámnak most mutattam, hogy párizsit evette mostanában finomat, hanem akkor kóstolja meg a milyenket. Nagyon örülök annak, hogy ilyen szép standdal jöttünk ide, hiszen ráadásul nagyon jó helyen vagyunk, a színpad mögött vagyunk, talán a zene hallatszik is a színpadról itt, ahogy beszélek közben. Nagyon sok ember oda tette magát, már hetek óta tudom, hogy készülnek rá. Többféle ételt készítünk, és hát ez mind kóstoló lesz, tehát akik ide jönnek, vendégek, érdeklődők, nagyon sok polgármester barátot, ismerőst látok itt, őket mindet hívjuk ilyenkor. Természetesen ők meghívnak bennünket, tehát ez ilyen párbajszerű az egész. Nagyon sok kormányzati vezető, államtitkárok most is, ugye Budó államtitkár úr volt itt, de itt van Pogásás államtitkár úr, Hoffmann államtitkár úr, tehát nagyon sokan vannak, ők mindig meg szoktak állni a standunknál, egyrészt nagyon szép, nagyon látványos, másrészt tudják, hogy a hajdúsági ízek azok csodálatos élményt nyújtanak. Bízom benne, hogy az idén sem fogunk csalódást okozni, eddig legalábbis amit láttam itt a standunkon, bár meg kell jegyeznem, hogy egyetlen egy olyan standot sem láttam, ahol szégyenkezni kellett volna, bármelyik településről beszélünk, gyönyörű, változatos, kreatív, okos dolgokat lehet látni. De még egyszer nyilván a böszörményi standról bízom benne, hogy nagyon sok vendég, nagyon sok érdeklődő lesz. Értékteremtő közfoglalkoztatás és hagyományőrzés az, ami itt megjelenik. Az ide látogatók, a standhoz látogatóknak az ízeken túl miben különleges még maga a hajdúböszörmény, maga a hajdúsági kultúra? Nyilván ilyenkor, ahogy szerkesztőasszony is mondja, ez egy picit, és nem is picit, ez marketing, tehát ez város marketing, a böszörményt reklámozzuk, böszörményt adjuk el. Nagyon-nagyon sokan, több ezeren, szerintem két nap alatt, hogy 10 000-es látogatói szám is megfordul itt a Vajdahunyadvár udvarán, vagyunk itt nagyon szép körülmények között, és hát nyilván, akik itt vagyunk, mindenki ilyenkor egyből elkezdjük mondani, hogy hol is van böszörmény, miről híres, a település szerkezetéről, a főteréről, hol vagyunk, miben vagyunk jók, mit szeretünk megkóstolni, ettek-e más lambócot, vagy egyáltalán hallottak-e más lambócra, mert ugye hát mi ezt el sem tudjuk képzelni, hogy van olyan ember, aki nemhogy nem evett, még nem is hallott a slambócról, már pedig rengeteg ember nem is hallott, mert nyilván egy pörköltről, vagy egy töltött káposztáról hallottak, legfeljebb nem ismerik, vagy nem szeretik, bár ezeket azért majdnem minden magyar ember ismeri, de például a slambócot nagyon kevesen ismerik a hajdúságon kívül, és hát itt a kollégák azért slambócot is készítenek, töltött káposzta is készül, toros káposzta is, mindenféle grill finomság vannak, nos, tehát annyiféle finomság van, én azt gondolom, hogy ez egy szintiszta reklám a városnak. Ennyit egyébként a városnak meg kell tenni, hiszen azért azt ne felejtsük el, ez a 140 ezer vendég, aki egy évben például a fürdőbe ellátogat, és csak a fürdő látogató számát mondtam most, az valahogy tudomást szerez böszörményről. Nyilván ennek vannak reklám előzményei, van a szájról szájra terjedő hír, tehát hogy jártam egy nagyon jó fürdőben, gyertek ti is legközelebb együtt, menjünk, stb. Ilyen is van, és nyilván az ilyen események, ahol hát nyilván a magyar gasztronómián, a hajdúsági ételeken keresztül meggyőzzük az embereket, mert nyilván, ha valakit jól
nézi magát, eszik egy finom slambucot, valami jó felvágottat, vagy bármilyen jó ételt eszik, utána elkezd gondolkodni, hazamegy, megnézi, hogy hol is van ez a böszörmény, mi van ott, van-e közel hozzá nagyváros, vagy valami érdekesség, a Hortobágy, bármi, akármi. Így lehet embereket vonzani a városba. Másrészt pedig még egyszer mondom, ez a közfoglalkoztatás, én mindenkinek ajánlanám, vagy ajánlom, aki itt van Budapesten ilyenkor, hogy jöjjön el, nézze meg, mert egy csoda, csoda. Tehát, és nem csak a saját standunkat dicsérem, az összes stand gyönyörű termékekkel, ételekkel, kéztermékekkel, kézműves termékekkel, virágokkal, növényekkel, egyszerűen csodálatos így végig menni, nagyon büszke az ember, és másrészt pedig ez egy nagyon jó reklám, még egyszer mondom, a városnak, és minden település, aki itt van, saját településének egy óriási reklámot csinál itt. Böszörményben nem először vesz részt az országos közfoglalkoztatási kiállításon. Milyen szakmai hozadéka van ennek a rendezvénynek? Mindig itt vagyunk minden országos közfoglalkoztatáson, egy kicsit egyébként el is várják tőlünk, tehát én ezt Furis apogámester úrra mindig beszélem, hogy hogy is van ez, mit is van, és úgy mindig, ugye ő a területért felelős apogámester, és mindig el is mondja, hogy hát ki nincs így mondva, tehát senki nem írja le, vagy nem mondja el, hogy azért nekünk itt kell lennünk, de egy kicsit ilyen kötelező, majdnem azt kell, hogy mondjam, de hát nyilván ez nem, számunkra ez nem, hogy nem teher, öröm. Nagyon sok dicsérő szót kapunk, nem csak az ide látogató vendégektől, de a szakmai felelősöktől, államtitkár uraktól, hölgyektől, a OFÁ-tól, tehát a foglalkoztatás területéről. Másrészt pedig azért is nagyon fontos, mert itt azért, ahogy mondtam, gyönyörű standokat lehet látni. Hát a normális ember az szeret tanulni, vagy nem szégyel tanulni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok élménnyel szoktak hazajönni a kollégák, amikor egy-egy ilyen közfoglalkoztatási kiállításon vagyunk. Én most vagyok először itt a megyén, már voltam országosan, még nem sikerült itt lennem, és rengeteg ötletet, rengeteg jó elképzelést láttam. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy azonnal nekünk mindent át kell venni, tehát nem kell nekünk majmolni most csúnya kifejezéssel bárkit, bármit, de okos dolgokat, okos ötleteket igenis át kell venni az embernek, hogy még jobban működjön, még jobban menjen ez a rendszer.